Sziasztok! Én Zoli vagyok, ez pedig a riasztókkal és a kamerákkal foglalkozó YouTube csatornám. Most a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélni, és a mesterséges intelligenciának a biztonságtechnikai kamerarendszerekben való felhasználásáról. Napjainkban egyre többször találkozunk azzal, most már életünk része lett valóban az, hogy a mesterséges intelligencia jelen van, szinte mindenhol körülvesz minket, a YouTube-tól kezdve, a Facebookig, a TikTokon keresztül, rengeteg streamen találkozunk vele, de most már az otthonainkban is jelen van ennél azért sokkal hasznosabb funkciókkal, akár még egy sütőben is, ami figyeli azt, hogy milyen ételt készítünk, és az pont akkor fogja lekapcsolni a sütést, hogyha már kész van, tehát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy milyen téren és milyen mélységig hatolt már az életterünkbe be a mesterséges intelligencia. A kamerarendszerekben már több éve jelen van, a legnagyobb feladata ennek az alkalmazásnak az, hogy meg tudjuk különböztetni a tárgyakat, fel tudunk ismerni arcokat, embereket, meg tudunk különböztetni gépjárműveket, és a legfontosabb rész az pedig az, hogy a téves riasztások szűrésére használjuk. Tehát igazából szerintem egy normál felhasználásnál, mondjuk, hogyha én a házamhoz szeretnék egy kamerarendszert, akkor mindenképpen emiatt használnám, ami azt akarja, hogy nem fog riasztani, tehát megfelelő beállítások mellett nem fog riasztani kutyára, macskára, a mozgó növényre, semmire, hanem csak emberre fog mozogni, és emberre is úgy fog jelezni, hogy a beállításoktól függően, tehát mondjuk, hogyha a kertem előtt valaki elmegy, arra nem fog felvételt generálni, hogyha viszont bejön a kertem belül, vagy átmászik a kerítésen, akkor a mesterséges intelligencia felismeri, hogy ez egy ember, a meghatározott parancsok alapján, triggerek alapján pedig elindítja a felvételt, és hogyha úgy van programozva, akkor pedig riasztást is fog küldeni számunkra. Ezek az eszközök már olyan szinten elérhetőek, hogy egy-egy okos kamera is tartalmazza ezt az intelligenciát. Itt most a legelterjedtebbeket említem meg, Reolink, Ezvíz, Imago kamerák, amiket az oldalon már bemutattunk, és ott látjátok is, hogy milyen funkciói vannak. Itt is arról szól, hogy a mesterséges intelligencia fölismeri azt, hogy ember jött be, hogyha kell, akkor felkapcsolja a beépített reflektorát, tehát sötétben akár úgy is működik, mint egy mozgásérzékelős lámpa, de ez igazából egy aktív elrettentő szerepet játszik. Ha bejön valaki a kertünkbe, akkor felkapcsolódik a lámpa, az elkövető föl fog nézni. Egyrészt kapunk egy azonosítható arcot, másrészt pedig éjszaka is színesben működnek ezek a felvételek, tehát nem fekete-fehérbe, hanem színesben látnak a kamerák. Ez mindenképpen egy olyan funkció, ami előnyöket rejt magába egy hagyományos rendszerhez képest, és ezeknek az áruk, ezek 20-30-40-50 ezer forint környékén mozognak, attól függ, hogy milyen egyéb tudással kell, hogy rendelkezzenek. Egy biztonságtechnikai kamerarendszer az persze azért valamelyest drágább, de itt kiemelt fontossága ugye a biztonság, ezért nem wifi-n keresztül, hanem kiépített kábelen keresztül kommunikálnak a kamerák, nem zavarhatóak annyira. De ezt mindenkinek el kell dönteni, hogy ki, mit, miért, milyen kamerarendszert szeretne használni. Én is használok okos kamerákat, de ugyanakkor, ha kell, akkor biztonságtechnikai komolyabb kamerarendszert fogok használni. Ez mindig a helyszín, a felhasználó dönti el, illetve az a feladat, aminek a kamerarendszernek meg kell felelni. De nézzünk példát arra, hogy működik a mesterséges intelligencia kamerákban. Az Uniview kamerarendszerével fogunk megismerkedni egy kicsit, de egy autotracking, az autókövetés funkciójával. Látjuk, hogy megy ki egy gépjármű, amire semmi változás nem történt, egész addig, amíg nem ért el ezt a kék vonalat, amit a telepítő beállított. Innentől a kamera ráközelít a gépjárműre, folyamatosan fókuszál rá, így látszik, hogy a rendszer teljesen olvasható is lett, és sokkal részletebb, gazdagabb felvételt kapunk, mintha a kamera a normál állapotában lett volna, amihez most vissza is tér, miután elvégezte a feladatát. Most egy ember jön be, ugyanúgy látjuk a kék, ezt a vonalátlépési triggert, amit beállítottak, zölden jelöli meg az embert az AI, tehát igazából még nem figyel rá annál jobban sem, hogy csak rögzíti ugye azt a felvételt, amit hogyha be van állítva, egy állandó felvételt jelent, viszont innentől kezdve ráközelít a
személyre, sokkal részletgazdagabb képet kapunk, látjuk az arcát, leköveti a kamera a mozgását, hogy hova megy, és így sokkal pontosabb és használható felvételeket kapunk, mint hogyha nem egy ilyen kamerával dolgoztunk volna, viszont nem kell olyan személyzet, aki üzemelteti magát a kamerát, és folyamatosan egy joystickkal irányítja, hanem ezt mind elvégzi helyettünk a mesterséges intelligencia. Nézzük meg egy másik példával. Itt területre behatolást fogunk figyelni, tehát itt nem csak egy vonal van, hanem négy vonallal körbezárt terület, és hogyha a személybe jön a zónába, akkor ugye a kamera ugyanúgy rázoomol és elkezdi követni. Persze itt a kamera ilyenkor, amikor rázoomolt valamire, nem látja az egész teret, tehát mindenképpen úgy kell használni, hogy normál kamerákat is kell mellé elhelyezni, amik folyamatosan nézik az egész területen, hogy mi történt, de arról a szeméről, aki behatolt, nagyon jó, nagyon részletgazdag felvételhez fogunk jutni. És ugyan itt is a kamera visszáll utána az adott területre. Ennyit szerettem volna nektek videóban elmondani, a későbbi videóban részletesen ki fogunk erre térni. Szeretném megköszönni azoknak, akik az elmúlt videó óta feliratkoztak a csatornámra. Hogyha tetszett nektek is, akkor kérem, tegyétek meg itt a kis YouTube feliratkozó gombbal. További hasznos infókkal fogunk nektek szolgálni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és várlak titeket vissza.